A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 8 évvel ezelőtti kezdeményezéséhez idén negyedik alkalommal csatlakozott a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége is. A falugazdák és a helyi szervezetek 6 helyen adhatták le és gyűjthették adományaikat. 14 tonna liszt került szétosztásra úgy, hogy ebből 5 tonna megy az országos alapba, és 9 tonna liszt pedig itt került kiosztásra. Az adománylevelek, és nyilván az adománylevélek alapján pedig megkapják majd arra illetékes szervezetek. Ki szeretném emelni Kárpátalját, mert Kárpátaljára egy jelentősebb mennyiségű lisztadományt tudunk majd küldeni. Ez azért fontos, mert Kárpátalja nagyon nehéz helyzetben élő, idős, elhagyott emberei számára, a különböző gyermekintézmények számára fontos, hogy ezek az adományok odaérkezzenek időben. A szabolcsi térség hátrányos helyzetű szegény régiónak számít, ezért az itteni emberekben nagyobb hajlandóság van az összefogásra is. 15 millió búzaszemről beszélünk, itt az összetartozásnak a szimbólumát jelenné ez a 15 millió magyarnak az összefogását a Kárpát-medencében, hogy mindenki, akinek lehetősége van, bekapcsolódik ebbe az adományozásba, és reményeim szerint olyan családokat segítünk meg ezzel, akik ebbe örömet kedlelik, és pár napot kellemesebbé teszünk az életükben. Ez az adomány több száz család karácsonyát fogja megkönnyíteni a megye különböző településein, hiszen a karitatív szervezetek az összegyűjtött és felajánlott lisztből kenyeret sütnek majd. Azonban nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdagodik ezzel a segítsége, hiszen Kárpátaljára is jut adomány. Beregszászon a református egyházközség fogja majd szétosztani azt az adományt, amit meg fognak kapni, illetve kenyeret fognak belőle sütni, amit majd rászorulók kapnak majd meg a karácsonyi ünnepi asztalra. És ez nagyon fontos dolog az, hogy itt valóban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és az ország több településén is pont ezzel az adománygyűjtéssel sikerült elérni azt, hogy amellett, hogy valóban egy nagyon nemes célra áldozzák ezt a lisztadományt, illetve búzaadományt, amellett egy közösségépítő tevékenységet is folytatnak, és egy nemzetegyesítő tevékenységet is. Ünnepélyes keretek között adományozó levél kíséretében 7 rászorulókat segítő karitatív szervezet és 3 önkormányzat vehette át az adományt.